És kezdődik közben a pálya, szóval ezúttal sem kaptunk túl sok időt az előzetes elemezgetésekre. Ez nem is olyan nagy baj, átadjuk egyből az akciónak a szerepet. És minden esetre reméljük, hogy megtalálják a tökéletes countert. Joystickra például, ha kell, akkor az S és a Jäger kibannolásával. Bocsánat. Igen. Aj, ezt annyira vártuk Ádámmal. Jó, hát most nem fog Sir Boss S-hezni, ő tud mással játszani. Persze. Joystick, már megbocsásson, de nem nagyon. Hát egyébként érdekes, mi nem láttuk még mással játszani, az igazság, illetve egyszer igen, amikor a G2 kibannolta, mondjuk az Impaler pedig mondta egy rakja ki, ez is egy érdekes ban, erre is kitérhetünk majd egy kicsit később. Hungry, elég aha, sokat. Igen, igen. Szóval a lényeg az, hogy a G2 olyan szinten legyalult az Impaler-t a pályára, hogy akkor szerintem még az sem nagyon számított, hogy Joystick S-sel játszik-e vagy nem. De a bronz meccsen a Space Station ellen Joystick Jackal-lel is összetudott szedni egy ilyen 15 killt az egyik mappen és 8-9-et a másikon, ha jól emlékszem, szóval amikor olyan volt, hogy ment a csapatnak, akkor Joysticknak nagyon ment Jackal-lel is. Hát Coastline, ez a kifejezetten Jackal pályája, bár egyébként inkább csak szezon szempontjából, magára pályára nem éppen ez az, ami elsősorban Jackal-nek hazai pálya, azt a bankra lehet elmondani. Szerintem elsősorban Echo-t tiltja ki végzetül a Penta, ez is azért elég jelentős, hogy is mondjam, tehát az Empire abszolút szokott alapozni az Echo-ra is, védelem szempontjából gyakorta. Hát Sir Boss-tal egyáltalán nem meglepő az a mute pick, tehát elég nagy mute main, és nem is oda, hogy ez az egyetlen elite skin, ami most a kövi körben majd a pályán lesz. Viszont Blush-nak a maestrója az viszont egy picit engem meglep. Mivel az ENCE-ben Challenger League-ben játszott, ezért őt azért kevesebbet láttuk, mint Sir Boss-t az előző szezonban, bár azért láttuk, mert aki keres, azt talál alapon, nyilván utána lehetett járni. Igen, persze. De ő azért nem ez a heavy anchor operátor volt, ami, vagy játékos volt, amit például a Maestro mint operátor sejtett. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan fogja majd kiforni magát ez a stratégia az első körben. A Pentától rengetegszer láthattuk ezt a mappet egyébként az előző szezonban, szerintem talán a legtöbbször. Ja, hogy így belegondolok, rengeteg olyan meccs ugrik be, illetve talán az Oregon még az, milyen szempontból érkezett, és egyébként a felállás is abszolút ez volt. Kessel volt az, amit Penix hozott rendre, most már se Penix, se Kessel, ennyi a változtatás, inkább a Penta védelmében. A többi nagyjából hasonló, Revántól ez a pulz nagyon-nagyon tipikus, hogy ő ott lent játszik, pontosan ezen a területen, ami most Joystick támad, és ahogy meg is mondtam, Jackalt hoz, így, hogy nincs S se, azért ezt vehetjük készpénznek, hogy nagyobb lesz Joystick Jackalt pikrétje, mint az S-é. Azt akarom kihozni ebből, lehet elsőre nem volt teljesen érthető, vagy pontosan megfogalmazás, hogy Joystick többet fog játszani Jackal-lel, mint S-sel, ugyanis S annyiszor ki lesz bannolva ellene, hogy erre nem lesz túl sok lehetősége sajnos. Hát néha ez a hátránya a ban rendszernek, hogy nem látunk egy olyan tökéletes és mondhatni gyönyörű Fregger játékot, mint amire Joystick képes az S-sel. De azt is visszaszorítja, hogy valaki ne abuse-oljon egy operátort egy szezonon keresztül, ami szerintem inkább fontos, mint az, hogy most ne lássuk Joystickot S-ezni, mert egyébként úgy, hogy Joystick S-ezik, az tényleg nagyon jó, de nem, azért nem csak ő tud úgy, tehát azért azt meg kell hagyni. Persze. Azért Kanto például ott van, vagy Nesk, vagy éppen mondhatnám ide még... Meriőt mondjuk, Meriőt, a Norarengóból, akár igen. Egy dologra viszont nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor lesz meg az entry, mert Joystick itt már annyit... Most. Okay. És itt van, a Penta első kije, kitől mástól jönne, ha nem, Blush-tól, nagyon szép volt. Élete első Pro League kije Blush-nak, ugye coachként már... Volt ebben a ligában, de játékosként még nem. Revan egy C4-el kiszedi sokkot, ez elég biztató eddig. Na lássuk, hogy Shepard, Karzseka és Skyter mire lesz képes 5 penta játékos ellen. Most lenyűgöződik Karzseka és megvan enemy-nek végül a kill. Enemy
Lehet így, hogy Penix ugye kiment a képből, lehet, hogy így ő lesz most már a jégermény, bár azért Sir Boss-ra is gondoljunk. Igen. Ő és is hát... bandit is jéger, szimpatizáns és abszolút védelem terén. Jönnek be a gránátok Skytörtől, de hát ez itt már több, mint nehéz lesz. Biztos vagyok benne, hogy elég sok információ van most róluk. Enemy kipíkelő azt mondja, hogy hát most ide-oda Pro League, de nekem kell a kill. Nagyon szép magabiztos kill volt. Shepard egyedül, bepíkel, enemy őt is ellövi. Úgyhogy a francia játékos egy 3K-val fejezi be ezt a kört. Ami nagyon szép részéről, és vezet a Penta. Na ez egyébként pozitív, mert én féltem attól, hogy az Empire nagyon erősen fog kezdeni. Nem emlékszem, hogy amikor a Penta kikapott az Empire-től a Eurocupon októberben, akkor volt ez bannolva, mert nem hiszem. Nem volt. Szerintem ott úgy játszottak, hogy joystick még nem volt ez a tehát így bannoljunk azért, mert ő létezik est. Most meg már igen, szóval... Hát érdekes, amit te mondasz, mert én abban a tudatban mentem oda, hogy én már arra úgy készültem lelkileg magára a kupára, hogy joystick ellen nem fogunk est látni, mert ők már végignyertek egy invitational selejtezőt tier 3-as csapatként, úgyhogy joystick szarba lőtt, szétlőtt mindenkit az S-sel és Jägerrel, így a selejtező sorozat során végig, és már akkor, illetve az invitational-en meg lehetett róla jegyezni, hogy milyen jó klasszikus S-jégermény. Ez képest a Games Weekend egyetlen egy olyan mérkőzés sem volt, amikor kibannolták volna előle az izraeli származású amerikai hölgyet. Érdekesnek véltem, és egyben butasságnak is azért. Kicsit óvatosan kell fogalmazni ilyen szempontból Pro League csapatokkal szemben, de tényleg nem értettem, hogy miért nem zárják ki ellene. És aztán végül meg is nyerték így az egész kupát, elverték azt a Vodafone Giants-ot is, akitől először még kikaptak a legelső meccsükön, és aztán alsóágról nyerték végig az egész milánói hétvégét. A Penta pedig bronzérmet szerzett, miután az elődöntőben kapott ki tőlük. Az is egy nagy kérdése az első pár fordulónak, hogy vajon Jessica és a többiek mit találtak ki arra, hogy ugye Penix ment ki a csapatból és Blush jött be, és azért azt látjuk, hogy Blush nem veszi fel egy az egyben Penixnek a rolját, inkább azt megkapta enemy, legalábbis így másfél kör után talán ezt lehet mondani, és Blush inkább talán a korábbi Sir Boss-t rolját játsza, mert ugye Sörbosz azért itt például ezen a pályán Nicerozott is, meg Echozott is, csak ugye Echo most ki van tiltva. Igen. Szóval így azért forognak a szerepkörök, de az nagyon pozitív, hogyha tudnak forogni a szerepkörök. Persze, az egyik legerősebb tulajdonsága a csapatnak, igen. Így van. Úgyhogy ha ez összejön, akkor a Penta bizony nagyon jó szezon elé néz. Amire kíváncsi lennék, hogy vajon, hogyha mondjuk Blush és Sir Boss egyedül maradnak ketten, mondjuk egy 2v4-ben, akkor átváltanak-e magyarra, magyar komzra. Egyébként én arra tippelnék, hogy nem. Wow. De az IDK, az IDK-nél tudjuk, hogy ha a két francia marad életben, akkor ott bizony váltanak, és akkor a angol anyanyelvűek addig hallgatják, hogy hát biztos. De egyébként simán lehet, hogy ők is tudnak franciául, mert azért nekik is kell nyilván tanulni egy-két választott nyelvet, ami ott is általában vagy francia vagy német, esetleg spanyol. Minden esetre most sok kerül a földre, ő Shockwave teljes nevén, bár lehet, hogy most már sokkot kéne használni teljes neveként, ugyanis hónapok óta kihagyta a hullámot a nevéből. Nem azért, mert az Empire nem fér mögé amúgy. Most, hogy mondod, azért. Lehet. Belek, ahogyan Kanto is sokáig, ugye Kanto kötőjel Raketti. Volt, nem pedig Raketti. Igen. Még amikor Enz volt. Lehet, hogy fog majd érni a Ubisoftnak privátban, hogy hadd legyen kettő karakterrel hosszabb a választható név, ki tudja. Yeah. Enemy nagyon jó pozícióban van minden esetre, és Hungry tudja fejbelőni Scythert. Joystick pedig betört most már szép lassan biliárdba. Enemy Sir Boss is itt van vele szemben. Akármelyik irányba néz, halott lehet. Érkezik a kisegítés. Nagyon szép. Aha, meghal Enemy, de itt van még Sir Boss. Hát igen, itt most sajnos elég nehéz helyzetben a pentakeszője, mert nem még Hogsight-ja van, és nem is ő tartja az Angle-t. Hungry-nak a smoke-ja, hát Hungry-tól olyan elborult smoke play-eket láttunk, hogy az elképesztő. Na,
Szörbosznak van egy kije joystickre, úgyhogy most már mind a két magyarnak van kije az a 9. szezonban. Egyedül van Shepard, mire lesz elég ez? Úgy néz ki, hogy Dash még meg tudja ölni. De vajon Hungry meg lesz-e? Megvan! De Szörbossz életben marad fent, úgyhogy teljesen mindegy, hogy mit csinál. Az orosz nyeri a Penta ezt a kört is, 2-0, ez az. Ennek ellenére azért ez egy elég elképesztő játék volt így a Doka EB-től. Hát a igen, kör végén. Nem volt rossz, nem volt rossz. Egyébként de azért... Szokták mondani, hogy szép volt, csak nem ért semmit. Egyébként azért is következtetek arra, hogy Blász és Szörbosz nem vált át magyar nyelvre, ugyanis soha nem játszott egyikük sem magyarokkal, szóval nekik így egy ilyen alapbeékelődés, sőt Blász még csak nem is magyar nyelv területen él, ugye kint Németországban. Szóval mind a kettőknek egy alapbeékelődés, ez a főleg angol és háttérben kicsit német beszéd, úgyhogy nem is tudom, hogy játszottak-e már egyet talán úgy a játék legelejétől eltekintve, hogy nem magyarul beszéltek. Hát igen, Szörbosz nagyon-nagyon minor szinten játszott már egyébként, mert volt már, hogy magyar kupára eljött ilyen Night Cup-ra, mondjuk a, hát a mostani Rift-nek a magjával egyet kicsit lazulni, és akkor nyilván magyarul beszéltek, de egyébként én is azt mondanám, hogy ők mindig angolul beszéltek. De ne feledd el, Ádám, hogy az anyanyelveden mindig kevesebb, hogy is mondjam, befektetés beszélni, gyorsabb vagy. Akkor is, hogyha te papíron anyanyelvi szinten tudsz beszélni mondjuk angolul, akkor is az a real anyanyelveden mindig könnyebb lesz beszélni, és mindig jobban tudsz figyelni arra, amit éppen csinálsz. Mert nem kell arra figyelned, hogy közben fordítsál pontosan, mert itt egy olyan, hogy Rider, az nem elég. Tehát akkor még egy ilyen, és viszlát, ennyi volt a team. Persze. Lement a Penta, továbbra is a Penthouse és a Seater, az a site, ahova ők nem mennek védekezni. Pedig lehetne Pentahouse, de hát már csak azért sem. Igen, azért ez már elég érdekes volt tőlük az előző szezonban, és abszolút jellegzetesség volt tőlük. Megfigyelhettük ezt, hogy jelentősen mellőzik a Penthouse és a Seatert így védelem terén, bár egyébként most ott van egy játékos, aki azt hiszem talán Revan, hogyha jól veszem ki az árnyékából. Egyedül rombolni mindig kockázatos ezen a területen, még a Legion-nel együtt is. Ez azért van, hogy a létező összes kompetitív szinten emneben is rengetegszer láthattuk ezt a figurát. Fel is érkezett Blász, mint kimondtam, és fejbe is lövi sakkot. Arra akartam éppen következtetni, hogy egyedül nagyon nehéz védeni ezt a területet, és pontosan ezért nem is szokták. Hát mondatom végére se tudtam érkezni, és már is jött Blász segíteni. Plusz meglőtte az entry frag-et is. És enemy is fent van Revannal, így viszont mindjárt más a szituáció. Ez már talán meg lehet kezdek is sok lenni, kettő emberes szokott lenni leginkább ez a védelem, bár Blász nagyon jó pozícióban van, és abszolút helyzeti előnyben szerezheti meg a harmadik killt. Micsoda? Szerintem áthúzta a támadó fején, ehhez képest neki maradt 10 HP-ja, Shepherdnek meg 100. Mindenesetre Hungry. Lehet, hogy visszafelé sült el a fegyver, van ilyen. Ja, visszapattant a támadóról, igen. Kárzseka lövi el Szörbosz, enemy tud trédelni, ismételten kiesik az orosz Fregger gép. Shepard és Kárzseka maradnak ketten, enemy tartja az ajtót. Shepardnek előbb-utóbb kénytelen lesz, hogy bemenni rajta, vagy egy teljesen más irányba koordinálni magát, az viszont abszolút hátrány lesz számára. Már mintha egy automata fegyver nem lenne, automata fegyver elleni félautomata fegyver nem lenne az, de megint tűzharcot nyert az a DMR-rel. Mondjuk szerintem talán a játék legjobb DMR-je, hogyha eltekintünk. Igen, egyébként jól megy a dokkával. Igen. A dokkával ma este Shepherdnek. Na 3v2, fél perc van hátra, ez a Pentának szerintem jelentősen kedvez, nincs nagyon már amit ki tudnak használni, itt ezt az ablakot ki fogja nyitni ugyan Kárzseka, de hát Revan azért észnél lesz, rutinosabb ő annál, hogy erre csak úgy meghalljon. A gránát, ami itt veszélyt jelenthetne, de van ADS-e egyébként Revannak, jön a gránát, de nem fog felrobbanni. És aztán beugrik, szerintem tudja is, hogy merre kell nézni, de Revan le fogja lőni. Nem lövi le Kárzseka, ott a headshot az SMG 11-ből, Hungrynak megvan a kill, Shepherdre hátrafelé kell néznie, és Blush lezárja a kört, így kell ez Balázs a Maestroval. Ahhoz képest, hogy Maestrozik, sok kéje van.
Igen. És ahhoz képest, hogy élete első Pro League meccse. Bár egyébként Mysore-nak remek fegyvere van. Hát az mondjuk biztos. Sőt, én meg nem kockázhatja a védőknél abból a szempontból a legjobb fegyver, hogy amellett, hogy alapból is erősnek számít, tehát ugye a fire rate-je és a golyonkénti sebzésének az összege vagy szorzata, nem tudom, hogy kéne pontosan számolni, tehát alapból is egy jó adat, de az, hogy 81 tölténye van, és emellett konkrétan nem kell újra tölteni a tűzharc közben, hogyha jól játsza, vagy rendesen játszik. Ez elég az komplet enemy teamre egyébként. Tehát emiatt tartom azt, hogy Mysore-nak van a legjobb fegyvere védelemben, és ezzel egy előnye van az LMG-knek, ráadásul mégsem nem is akkora a recoil-je, mint a többi LMG-nek, valamint szerintem erősebb is. Szóval ilyen szempontból abszolút az egyik, hanem a legjobb védő fegyver jelen pillanatban az Alda. És hát 3-0 van a Pentának. Igen, jelen srácok, egyébként tűnik. 3 magyar van a Pentában, csak a Smoke-nak a nevéből kimaradt egy a betű, igen. Igen. Jól látjátok cseten. Jól látjátok, de egyébként tényleg poénból átírná ezért, hogy ahogy Jessica mondta, annyira megszerettem a magyarunkat, hogy kellett még egy. amikor beszéltem vele a Blush leigazolásáról. Igen. Ja igen, emlékszem. Egyelőre úgy tűnik, hogy a nézők, mind a nemzetközi, mind a hazai nézők jobban tippelték meg ezt a mérkőzést, mint én. Nincsen ma valóban szerencsénk ezekkel a tippekkel. Eddig erősen 4-ből 0. Eltelt az első 20 másodperce a körnek. Elkezdődnek természetesen a körbedrónozások. Ismételten fent védi biliárdot és húkát a Penta. Megy szépen a körben drónozgatás, joystick fog körbenézni természetesen a lábnyom érzékelőjével is, vagy olvasójával is. Kettő vagy három játékos megint csak lent róvol, ha jól láttam, Blász az egyik. Ő természetesen jó pozícióban lesz itt nagyon a Maestroval. Shepherdről akár, hogyha meglen az információ, talán még ki is tudna rá rontani. Na, nem mintha ez ilyen egyszerű dolog lenne. Joysticknak pedig megvan a kontrollja. Lépcső fölött. Itt most bárki fog kifutni, átlányban lesz szemben. Szana szét fogja lőni ezt a játékost, esik a Jackal. Óriási előnye volt ezzel a Fire Rate-tel és ezzel a... Hát körülbelül Prefire-rel itt nagyon, nagyon jól csinálta. Blush úgy játszik ezen a meccsen, mintha már legalább egy éve Pro League játékos lenne. Nagyon magabiztos, határozott, és természetesen látszik az, hogy bizony egy nagy tehetség. Igen. Revan pozíciójára lennék kíváncsi, hogyha jól láttam, ő kicsőmben helyezkedett el, és így, hogy hal joystick, nincs is már nagyon félnie valója se. Kár se kell gondolom, egy Evil-Eye-t szelet ki. És Revantól érkezhetne megint csak egy jó C4. Az előző is okozott egy freget, na nem maga a C4, hanem az, hogy ezzel megzavarta az Empire támadóját, és ennek köszönhetően tudott rárásolni enemy valamit fejbe lőni, mert ő a keletkezett lyukat nézte addig. Shepherd tudja fejbe lőni ezúttal Blast. 4-4 elleni szituáció, 1 perc van hátra, és nincsen megnyugtató előnyben jelen pillanatban sem a Penta. Ahogy így nézem a játékosok pozícióját, ezen természetesen lehet változtatni, például kifejezetten sokat jelentene az, hogyha Revan, illetve Sörboss mondjuk át tudna pozícionálni a túlsó oldalra, bár sok közelít a VIP-ból, és egyelőre az ő információzása tűnik fontos a feladatnak, átrobbantotta már a reinforcelt falat. Revan pedig folyamatosan pingel, hogy hol helyezkedik el a Termite, nem kéne egyelőre odadobni a C4-et, Sörbossos ezt minden esetre megteszi, megvárják a pillanatot, hogy mikor lép a környékre, hogy aztán fel tudják robbantani talán. Hát leszette, itt olyan alacsony a belmagasság, hogy le lehet szedni. Ja. Úgyhogy Sörbossz megtakarít egy C4-et. Hangil elővi Skytört 3-3 ellen, Sight közelben nagyon a támadók. 20 másodperc, leinjörli Shepherdot, ez egy nagyon fontos injure volt. Aztán be is fejezi a mérgező gázzal, és... aztán ő is lesérül. Na, jön be a Termite, megvan egy kill Hungry-ra. Most Revan és Sörbossz ketten egy ellen. Karzseka, ez még lehet le fog menni. Nem fog lemenni, Revan fejbe lövi még a diffuser telepítések közben, úgyhogy a Penta megnyeri ezt a kört is, és ezzel az első félidőt. Elég komoly vezetés, hogy hoz össze a Penta. Hát az biztos. Érdekes egyébként az Empire játéka, mert így nézem a mérkőzést, de nem igazán lehet megmondani, hogy miket
hogy konkrétan mi a hibájuk. Megvan egyébként teljes mértékben nekik. Fenti oldalról körülveszik minden oldalról a szájtot, természetesen alulról tudnak érkezni, de ezúttal sem volt C4 kill alulról. Egyetlen egy körnél sem volt még alulról C4 killje a Pentának, sőt talán összesen a mérkőzésen. Így félig meddig jelent csak veszélyt a lenti csapat, nyilván ahhoz, hogy fel kell érkezzenek, amit mondjuk a Termite pontosan tudott volna tartani, nem emlékszem már, hogy hol is halt meg sok. Egy fejes még ki tudott osztani, miután ketten álltak alatt a KB Revan és Sörboss. És aztán a három szájton álló Penta játékos valahogy úgy tudta csűrni, csavarni a játék képét, úgy tudtak mindig pozícionálni, nézni az adott bejáratokat, hogy pont nekik legyen előnyük is. Fejbe tudják lőni, vagy éppen testbe az Imperior játékosait. Úgy vezet a Penta, hogy nehezen mondom ki, hogy jobb igazából, mert a stratégiával mutatott játékképben nem igazán hoztak még egyértelmű védekezés, kívülje a legelsőt, és így mindig csak szerencséjük van, vagy például az, hogy... Hát azért ez az előző is nagyon, nagyon szépen kivitelezett volt Hungrynak a smoke játéka, meg a time, vagyis az idő elégetés. Szóval én ezt nem állítanám ilyen egyértelműen. A 4-0 engem is meglep, félre ne érts. De talán én azért indokoltnak látom. Tehát a játékép alapján ez nem az az Empire, ami megnyerte a Eurocupot, vagy megverte a Pentát korábban. Igen, igen. És egyébként közben a magyaroknak összeadva 5 kijük van, Blushnak 4, Sörbossnak 1. De hát Sörboss még életében nem játszott ilyen nagyon durván supportot, mint ma este. Tehát ez az egyes KD-ja van pont, Blushnak kettő körüli lehet. Szóval... egyszerűen Sörbosztól meglepő ez a végig Castle, Blushtól is egyébként a végig Maestro. Mondjuk lehet, hogy Blush esetében úgy volt, hogy oké, te vagy az új fiú, mondjuk, hogy mit kell hozni. Tehát nyilván ez nem ennyire durva a helyzet, de tehát nem fogod azt mondani életed első Pro League csapatának, Hogy nem. Tehát, hogy meg pláne úgy, hogyha van külön erre egy ember, aki eldönti, hogy milyen stratégiákat játszotok, és ki milyen szerepkört tölt be. De hát ezért profik a játékosok. Magyarországon elég nagy nevű játékosok, nagy nevű csapatoknál mondták azt nekem már privátban, hogy hát ők ezt már nem bírják, hogy folyton XY operátort kell játszaniuk. És ugye ez Pro League-ben nem lehet egy faktor, ott nem derogálhat neked egy operátornak a hozása sem. Ha a csapat érdeke az, hogy te végig maestrozod a 6 kört az első fél időben, akkor te végig fogod maestrozni a 6 kört. Persze. 1 perc és 10 másodperc van hátra. Karzseka lövi ellenemit. És Sörboss van nagyon jó pozícióban, Karzseka valószínűleg nem számít rá. Végül is hátba nem lőtte, már visszafordult már az észt játékos, de Sörboss így is el tudja lőni. Egyet farag az ember hátrányán a Penta Sports, 5v3-ban volt ezúttal az Empire. Ajaj. És Joystick hiába operál itt, mert nagyon könnyen oldalba lőhető lesz, hogyha jól néztem. Nem ment fel Penta játékos? A Sörboss próbálkozott, de ja, igen. Most egy kicsit megtorpant Hungrynak, ki kell jönni Scythe-ról, fejbe lövi őt, Shockwave. A két magyar 2v4-ben, lehet, hogy most magyarra váltottak, ki tudja, majd megkérdezzük tőlük. Blush meghal, Sörboss egy 1v4-ben. Na lássuk, mire lesz elég, semmire, mert Joystick fent van Vázánál. Huka Holvén tartja ezt a szöget, és megszerzi az orosz csapat az első pontját. Igen, viszonylag felényesen egyébként. És ugye ez az Empire-nek, mint orgnak az első nyert köre Pro League-ben. És ennek a line-upnak is egyébként, de azért van itt olyan, aki játszott már Pro League-ben. Játszott már mondjuk egy Invitational-on is. Igen, nevezetesen Shepard volt ő és Karzseka, még a Most Wanted volt a második év első szezonjában az utolsó orosz csapat. Az, igen. Aztán ők mentek NA-be, mármint maga a Most Wanted is. A Most Wanted. Ott is igazoltak egy csapatot. Abból az sem volt túl hosszú életű. Az egy másfél szezon volt nagyjából az utána. Ja, olyasmi. Már egyébként ők eredményesen szerepeltek. Hát, magukhoz képest, igen. Harmadik helyen végeztek NA-ben, azt hiszem. Mikor a Flipside és a Continuum is igencsak gyengélkedett például. Akkor jött fel az a
az a pár név, hogy Thinking Nade, meg Chala Trippen. Igen, igen, akkor igen. Ismertük őket igazán meg. Hát, igazából a jelenlegi Space Station-né vált az a csapat, úgy ahogy. Space Station, igen. Igen, bár nyilván átalakult azóta maga a csapat, de hogy így körülbelül ide fejlődtek ki Thinking Nade-ék, aki most ugye már a csapatkapitánya a Space Station-nek. És a harmadik észak-amerikai csapat lett, aki itt a Rainbow Six Hun láthattak a magyarok közvetítve, ugyebár a Finals-ön előttük a Rogue és az EG volt. És lesz rajtuk kívül legalább egy csapat, az xCloud9, ugye az Invitational-ön, valamint talán még egy, amennyiben nem a Space Station fogja megnyerni az észak-amerikai kvalit. Erre ugye ára még a Dark Zero is kifejezetten esélyes lehet akár. Vagy a Rise Nation, akik szintén erősödtek, bár most nem igazán jött össze nekik sem. Az első amúgy játéknapon... Vertical mit ment a Rogue-ban? Jézus ereje! Ugye a Rise a Nation ellen. Jut az eszembe. Nem, a most, tegnap ja. előtt. Ja, uh-huh. Igen, igen. Nagyon durva volt. Na mindegy, csak így eszembe jutott zárójelbe, ha már ennyire ennéről beszéltünk. De szerintem lassan térünk vissza ide Európába és az Empire és a Pentasports összecsapásához, amin egyenlőre egy nagyon magabiztos Penta vezetés van. Viszont ez a kör, ez nagyon kéne a Pentának, mert hogyha 5-1 a kövi körben, gondoljatok arra, azért úgy fordulni, ugye ez az első fél utolsó köre, úgy fordulni, hogy 5-1 az egy nagyon magabiztos vezetés, a 4-2 az meg igazából a legszorosabb vezetés, tehát nagyon szűk ez a mesdje, amin most a Penta van. És enemy... Hát igen, ez az Ela. Ela recoil, sajnos azt kell, hogy mondjam. És közelít a 4v2. Könnyedén átvette most ezúttal a Team Empire az upstairs controlt. Hungry és Revan maradnak lent. Hoppá! Shepard a csapatkapitány. Kiszedi Hungryt is. Aztán egy trade-et láthatunk. És sok fejezi be végül a kört. Hát ez megint csak egy fölényes kör volt az Empire-nek. A második egymás után, és akkor ezzel együtt 4-2-re tud most szépíteni. Tehát nyeri az első fél időt a Penta, szóval azt azért elmondhatjuk. Igen. És azt is, hogy azért Joystick szépen mendegélt azzal a gyököllel, de azért közel sem úgy, mint ahogy az S-sel, szóval eddig jó ötletnek tűnik azt, hogy kibannolták az S-t. Viszont az, hogy a Montaigne mennyire fogja megviselni a Pentát, az csak ezután fog kiderülni. Blash zofiázik, Szörbosz pedig IQ-zik, Szörbosz IQ-ja egyáltalán nem meglepetés, tehát mióta a Pentában van... Ilyen 150-es. Gyakorlatilag mindig IQ-t hozza. Blash zofiája pedig igazából semmi extra, és a többiek is olyan karaktert hoznak, amik indokoltak ezen a pályán. Viszont az első site az nem is penthouse és nem is kitchen, hanem biliárdszoba és húka. Úgyhogy úgy néz ki tényleg, hogy ez a penthouse ez már nagyon kiment a divatból. Azt kíváncsi voltam közben Joystick statjára, 3-4-ben végezte az első félidőt. Hát igen, a Jekyll nem egyes. Most megvan neki a jégere, ugyebár, ami szintén a másik nagy ménye, reflex sightjával játssza az esetek körülbelül 100%-ában, gyanítom most is azzal hozta, hamarosan meglátjuk ezt is, amint rákerül a nézőpont. Van egy bandit, aki nem volt annyira a Pentánál, Skarzseka hozza, egyébként a bandit hiánya kicsit meglepő lehet Sörbossnak, például talán a kedvenc védője, azt hiszem, és például Blast is szereti hozni, azt is tudom, illetve alapból is egy nagyon népszerű elterjedt operátor, még mindig bandit. Ugye Kaid nem tudja kiszorítani egyelőre, már csak azért sem erő a Pro League-ben nincs. Rankedem sem tudta kiszorítani, hiába voltak mainek arról, hogy lehetséges, hogy ez lesz a veszte. Blast közben pedig elszenvedett körülbelül 45 HP-nyi sebzést. Kíváncsi, hogy ki volt ilyen bátor spawn peek elő az Empire csapatában. Nem lepődnék meg, hogyha Joystick lett volna. És Joystick pedig lent a blue barban keseríti meg a védők életét. És lehet, hogy nagyon ügyesen fog betáncolni erre a területre, bár két drón is van előtte, de éppen nem működött egyik se, hogyha nem a kettő valamelyikébe váltott át Revan.
váltottát volna, akkor elég könnyű kill lehetett volna akár. Joystick inkább biztosra ment, és aztán vissza is hátrált egészen a pálya másik feléigre, vannak pedig még pont elég mennyiségű drónja marad ahhoz, hogy egy folyosót tudjon nézni, egy átjárási útvonalat a háromból. Hungry! Egy nagyon kedvelt és népszerű pozícióból tudja kilőni Shepherdet. Egyébként ez egy olyan pozíció, amit a casual játékosok nagy része még mindig nem tud, hogy hogy lehet ide jutni, de egyébként abszolút az egyik leghasznosabb ilyen parkour spot szerintem a játékban. De mindig patchelik egyébként, hogy ne lehessen, de így kipatchelnek ötféle módot, ahogyan fel lehet oda jutni, és akkor így találsz három újat. Tehát gyakorlatilag ez itt már tényleg a kabaré kategória. Közben Blush gyönyörű kill joystickra, nagyon fontos kill, hogy joysticknek a jégere esik, mert hát ugye az majdnem olyan erős, mint joysticknek az esse. És még egy kill sok wave-re, így kell ez Balázs. És 2v5-ben találja magát most az Ace Karzseka és az orosz Skyter. Úgyhogy több mint nehéz ez a helyzet. Egy perc van még, ami nagyon sok az ő szempontjukból. Most ugyan enemy megvan a banditnek. Szóval talán enyhül a nyomás egy nagyon picikét. De hát Karzsekának ez a pozíció, ahol játszik, tehát itt Skyter, hogyha meghal, akkor egyből ő is gyakorlatilag. Igen. Úgyhogy csak egymásra számíthatnak jelenleg. Legion trappeket se tud nagyon kijebb dobálni ennél Skyter, mint amit most láttunk. Szóval igazából amikor már ott lép bele a támadó, ott már sok információ nem lesz belőle, mert azt már látja úgyis szemmel. Surboss meghal repülőn, és aztán egy C4, és meghal Blush, nem hiszem el, Karzseka. A két magyart kiszedi 2 másodperc alatt, 2v2-re visszahozzák az az Empire játékosai ezt. Hoppá, a 2v5-öt, és még egy játék, kill, nem Isten. Hiszem el, Karzseka, mit csinál ez az ember, leinjörölődik most, és meg kell tanálni a Hungry-nak, és nem, egyszerűen Hungry nem tudja, hogy hol van a Legion, az Empire lehozza a 2v5-öt, hihetetlen játék, ez gyönyörű volt, tehát amit Karzseka itt leművelt, 2 kill, aztán körben, még igen. Egy a repülőző szörbosz, egy C4, hát, gyönyörű volt egyébként. Ezt meg kell hagyni. Igen, a létező legjobb... létező legjobb cselekménysorozat volt ez, amit tudott volna csinálni itt egy C4-es bandittal. Karzseka. És igen, hát itt jött ki a Pro League rutin, neki ugyebár van, bár nem sok. Lehetséges, hogy ezt a rutint sem a Pro League-ben szerezte, ugyanis ő a Pro League-ben nem játszott még Coastline-on, ahogyan Shepherd sem. Ez a pálya, amikor beérkezett, akkor a legelső szezonban Európában mindössze egyetlen egy mérkőzésen választották. Igen, emlékszem. Már nem tudom, ki volt az arra, igen, hogy nem az oroszok, arra emlékszem, az egyik francia csapat választotta valaki ellen. Én néztem is csillogó szemekkel, hogy te jó Isten, nem is tudtam, hogy a Coastline is ISL pálya. Hát igen. Akkor kiderült, hogy az, így körülbelül 30 lejátszott mérkőzés után. Surboss azt mondta egyébként az interjújában, amit véletlenül megtekinthettek a Gaming is Fun-on, hogy ő azt szeretné, hogyha nagyon sok pálya jönne. Az operátorok annyira nem izgatják, bár nyilván annak is örül, hogyha jók jönnek meg egyensúlyozottak, de a pályák azt mondta, hogyha lenne vagy 15 ESL pálya, akkor elérnénk vele azt, hogy a csapatok nem tudnának fix stratégiával készülni, és hetekig egy meccsre készülni gyakorlatilag. És ezért ott kéne az ellenfélhez alkalmazkodni, körönként megismerni, hogy mit csinál a másik. És így sokkal többet számítana a skill. És mindig ehhez térünk vissza, hogy a prók is azt szeretnék, hogy többet számítson a skill. A puszta tehetség ebben a játékban. A game sense, az aim. És hát Surboss is ezt mondta, hogy minél több pálya lenne, annál kevesebb olyan csapat lenne, ami csak abból él, hogy folyamatosan streameket néz vissza, és emellett a coachuk megdolgozik elég durván a kenyeréért. Bár ez valahol a Pentának is kedvez, mert azért Jessica munkája, az szerintem már kívülről is látszik. Igen, nagyon durva fejlődés mutatott be egyébként a Penta, szerintem is. Tehát egyszerűen látszódott az a törésvonal, amikor érkezett Surboss, Hungry és Jessica együtt, és így elkezdett felfelé ívelni a Penta sport pályája.
Már csak azzal is, hogy kijutottak például az Invitational-re, megverve ezzel a Space Station Gaming-et, aki azért egy NA felső házba tartozik. A Penta is elkezdett a felső ház felé kacsingatni Európában. Most ugyebár végtelenszer kitárgyaltuk már csak az mai nap folyamán, hogy vajon ott tudnak-e ragadni így, hogy Penix helyére Blász érkezett. Blász személy szerint eddig jó formában játszik. Kérdéses, hogy maga a csapat mennyire tudja tartani magát ehhez, bár szerintem a papírformát simán hozzák, talán még egy kicsit többet is. Joystick kap újabb adag sebzés Sörbosztól. 30 HP-val úszta meg az ütközetet. És kérdéses, hogy a Sörbosz itt fogja keseríteni az életét, akkor mennyire lesz ereje, vagy éppen mennyire lesz képes arra, hogy tudja nézni az átlőtt padlón keresztül Sunrise-t, hogyha mondjuk Scyther elesne valamilyen véletlen folyamán, vagy esetleg valamilyen teljesen szándékos cselekedet folyamán. Sok lövi fejbe Blast. Négy emberrel folytatja a mérkőzést a Penta az Empire ellen. Joystick kap még egy golyóúnyi sebzést Sörbosztól, de közben Shepard is fejbe tudja lőni Revant. Közelít az Empire egyenlítése, kicsit megtörik most a Penta Sports támadó sora. Egy oldalról támad mind a három játékos. De kicsit hátrányos talán, főleg úgy, hogy érkeznek a füstök Shepardtől. Nagyon rutinos smoke játékos, szinte csak vele láttuk játszani őt is. Sörbosz még mindig nem hagyta el a huka ablakát, még mindig küzd joystickkal, szinte már 2 perce folyamatosan, Scyther pedig egy szép, erős shotgunnal várja az érkező három Penta játékost. Hungry ki tudja szedni Shepardot. Kérdéses, hogy Scyther szerencséje lesz-e a Pentának? Szerencséje van, Hungry el tudja lőni. Karzseká és Shockwave ketten maradnak. Karzseká fejbe lövi enemit, Shock pedig Hungryt. És Karzseká ezúttal is megmenti a helyzetet. Sörbosz is fejbe lövi, és ezzel egyenlítenek az oroszok. Ez lenyűgöző comeback egyébként az Empire részéről. Ez 4 volt egy húzamban, ha jól számolom. Igen. Hát megmondom őszintén, hogy nyilván én azért a Pentával szimpatizálok, de hát ezt azért el kell mondani, hogy az oroszok, amit itt csináltak az elmúlt 4 körben, azért összekapták magukat. Tehát azt hittem 4-0 után, hogy hát ez most egy 7-2 nem lesz, ez jó, hogy 7-1 lesz. Aztán így hirtelen beigazolódott az, amire egyébként Ádámmal együtt vártunk így a mérkőzések előtt, a forduló előtt, hogy bizony ez lesz az est legszorosabb meccse, és ez itt fej-fej mellett halad, és nem hiszem, hogy innentől kezdve 7-4 lesz bármelyik csapatnak. Na hát a Penta Sports ugyanazt próbálja egyébként minden körben erőltetni. Igazából ez nem feltétlenül baj, mert Hungrynak egyébként jól megy a Jackal, Blushnak többé-kevésbé jól megy azért a Zofia, a Sörbosznak az IQ-ja már egy picit szürke, viszont lehet, hogy egy picike változtatás, mondjuk egy kicsit olyan operátort behozni mondjuk, ami egy picit talán frag erősebb, mondjuk Hibonára gondolok itt, de mondjuk a Termite helyett, mondjuk a Termite-ból is lehet frag erős csinálni, csak azért Pro League-ben nem szokás follow-val és Angle Grip-pel játszani. Nem arról van szó, de ez a Clash, talán először látunk Clash-t a mai nap, és ugye a európai 9. szezonban, Ádám, azt hiszem a Clash az, igen, most van talán először. Igen. Ennélben is egyetlen egyszer láttuk talán a Rogue Rise Nation, ha már egyszer említettük, akkor a legutolsó körben ízeli. Behozta, igen, a bankon. Érdekes egyébként, mondtad, hogy Sörbosz mondta, hogy több ISL-bep kéne. Egyrészt örültem neki, mert nekem is ez a véleményem, másrészt szomorú is lettem, mert nekem is nem titkoltan gyermekkori vágyam, hogy velem is készüljön egy ilyen interjú, és ezzel előtte az én válaszomat, mert nekem is pont ez lett volna, ha megkérdezted volna, hogy mit tanácsolnék, hogy a Pro League-ben mi változtatás legyen, én is nagyon örülnék neki, hogyha több mappet látnánk. Kicsit fájt a szívem. Nem volt elég, hogy a Banzai interjú veled kezdődött? Dött! Ez még az előtt volt, tehát... Ja, értem. Ez már csak egy utólagos kárpótlás volt, akkor össze volt törve a szívem. De... Igen, tehát... Nem mondom azt, hogy... Látta valahol Hungry. Hoppá!
Igen, erre is lehet használni ezt a kis parkurt. Most akkor látták a nézők is, hogy hogyan lehet például erre a területre, vagy akár arra az ernyőre mászni. Aminek valaki írja, hogy ez nem AC. Mert mit itt csinált, így körbe-körbe ugrándozott. Amíg Ubisoft. Hát nem. Az engine ugyanaz, meg is látszik a Hitregen. Ez súnya volt, Berci. Ez nem tudom, nekem tetszett. Nekem is, de attól is súnya volt. Szóval amikor a Skyscraper és a Shelly kikerültök, egy kicsit megszakadt a szívem, bár tisztában vagyok, hogy nem teljesen élhető pályák, főleg a jelenlegi szabályzat szerint már 300-at kell levédeni. De én is örülnék neki, hogyha legalább 9-10 pálya lenne az ESL playlistben, és nem csak 7. Hát reméljük, hogy érkezik a Fortressre. Azt mondták, hogy alkalmas lehet az ESL playre, letesztelték profi játékosokkal, hát mint kiderült ezúttal is. Maximum félig volt igaz, hogy még annyira sem. Blast összekötőben lövj el joystickot. Nagyon fontos stratégiai lépés ez most a Pentasport számára. Shepard egyedül nem nagyon fog tudni mit kezdeni. Karzsakával és Scyther-rel mondjuk a két legjobb társa van, legalábbis operátorokat tekintve. Szerintem. Igen, igen. 30 másodperc van hátra. Ez még egyébként lehet Empire is. Igen, ez hozható az Empire-nek, azt nézem én is, hogy nem merem, még így kettős ember hátrányban sem merem egyértelműen kijelenteni, hogy minden elveszett számukra. Shepard kap egy freget, majd aztán még egyet, ez nekik különösebben kártyát nem fog okozni. És Scyther elővi Surboss. Surboss esik, viszont közben Shepard is, és Blush lelövi Scythert, úgyhogy Karzsaka egyedül marad, hát ha ezt is lehozza, de nem. Blush duplával és enemy freggel ér véget a 9. kör, amit nyer a Penta, úgyhogy 5-4, és már csak 2 körre van attól az európai mix, hogy megnyerje ezt a párosítást. Igen. Illetve egy körre attól, hogy biztosan pontot szerezzenek. Döntetlent még nem láttunk a Pro League-ben az idei szezonban. 11 bet során. Most a 12-en egyébként a játékképe szerintem az összes mérkőzés közül ezen a legkiegyenlítettebb. Itt van a legnagyobb esély arra, hogy döntetlen szülessen. Igen, igen. UK-ba és biliárdba megy az Empire. Igazából talán a létező legjobb felállást hozzák, ami ide, húkába és biliárdba szerintem választható. Penta is valahogy hát hasonlóan ezekkel áll a ezekkel a bannokkal, igen. Igen. De egyébként akartam mondani, hogy amúgy egy Mirált elnéznék, de aztán eszembe jutott, hogy ez még mindig a Pro League, és még mindig egy 80%-os tiltás Mirának, bár egyébként ez, mint ahogy mondtuk, már jelentősen lejjebb ment, ilyen 50-60% körül állhat most, illetve állhat a szezon végén. Echo bannoltabb operátor lett például a Pro League Finals-ön. Mirát, ha jól emlékszem, 3-szor tiltották ki, Echo-t pedig 8-szor. Elég érdekes, Echo és Maestro kezdi szép lassan átvenni. Ugyebár mind a hárman Intel operátorok, és mind a hárukra rá lehet fogni, hogy Plentináljoló operátorok is, bár így Echo-tól Maestro-n át Miráig egyre inkább kicsavartabb ez a fogalom. Egyre nehezebb rájuk fogni, de azért szerintem mind a hármat elsősorban Plentináljoló operátorként is hozzák, legalább annyira, mint Intelként. Penta pedig a szokásos felállásba jön, IQ harmadjára is visszatér a Pro League-be újabb gyengítés után, vagy egy újabb átalakítás után, hogy így fogalmazzak. Egyszerűen akkora a gadget tenger Pro League-ben, hogy szükség van egy jó IQ-ra. És Surboss pedig egy nagyon jó IQ játékos, szóval ez kifejezetten előnyére válik a Pentának. Nem akarok egy meccsen belül 8-adjára és a zenével példálozni, de ott is rengeteg IQ play-t láthattunk az első fordulóban, illetve az összes többiben is. Skies például kifejezetten nagy kedvelője az IQ-nak, de vertikáltól kezdve akár rengeteg játékost lehetne felsorolni, akire hasonló, nem mondható ez. Egy perc lassan el is telt ebből a 10. körből. Ugye az előző szabályrendszerben ez lett volna a mindent eldöntő kör, tehát amikor vagy győzelem, vagy döntetlen lett volna a kérdés. Most itt erről még szó sincsen. Hogyha ezt a kört nyeri akár a Penta, ha meg az Imperial, akkor pláne még nyitott a meccs. De amit itt Revan csinál a bakkal, az nagyon jó. Úgy látszik, hogy támadóban ő kapta Penix rollját, védőben pedig enemy. Talán ezt lehetne kiolvasni eddig az operátor pikek alapján. Hát kérdés, hogy lesz-e ő
olyan jó buck, mint Penix volt, amit azért nehéz, de nem lehetetlen megcsinálni. Meglátja joysticket, aki bemegy most kertbe, és falon keresztül volt ez, vagy fentről? Belesebeznek minden esetre, úgyhogy most ő az egyedüli játékos, aki nem teljes 100 HP-n játszik, és joystick már, de, úristen, teljesen copy-ba került, de vagy bocsánat, security felé került, és meglátja, Revan gyönyörű headshot joystickra. Ez nagyon kellett egyébként, megmondom őszintén, mert így, hogyha esetleg lekerül a diffuser, azt lehet támogatni és védeni alulról. Igen. És ugye Lem már megvan nagyjából a kontroll. Karzseka itt fentről lefelé próbálkozik, de hát úgyis majd jön be a utility aqua felől. Nem tud ő majd mindig ezzel foglalkozni. Hát igen, ilyet Penix-től ritkán láttunk, de hát azért reméljük, hogy Revan is csak összeszedi magát Granát téren. Blush egy kill, refregelik őt sok fév, és aztán Sörboss, nagyon szép headshot az ellenfél csapatkapitányára. Skyter megöli Revant, úgyhogy egy 2v2 visszafoglalási helyzetben van most az Empire, Skyter és Shepard, Enemy és Sörboss ellen. Ugye Sörboss most jön Aqua balkoni felé, ide az erkélyre, Enemy pedig bent van az Aqua folyosón. Úgyhogy észnél kell lennie minden esetre, mert ezt lehet, hogy lelongármolják. Ez nem lesz fék. Ez nem lesz fék sajnos. Enemy, én pusholnék. Hát ezt a kört elősen úgy néz ki, hogy nyerte az Empire. Elég érdekesen nagy hibát vétett a Buck egyébként szerintem. Ugyebár, mint ahogy te is mondtad, hogy a lerakott defuser támogatására nagyon alkalmas lenne. Hát ehelyett elkezdte, hogyha mondjuk a fociban lennék, azt mondanám, hogy az öngólokat rugdosni. Először elkezdett túlzottan agresszívan a banditot támadni, ezúttal is Karzseka volt, azt gondolom megint, hogyha jól emlékszem. Bement Blue Barba, ugyebár is őt elkezdte alulról lőni, na hát innen már csak a szerencsén múlt, hogy alapból nem tudta őt visszalőni Karzseka, lement egy kis HP-ja, eltalálta egy párszor, de azért volt egy kétsegítő tényező. Ezek után megpróbált egy gránáttal kilobni, de ez is visszapattant rá, ezt is túlélte szerencsére, mert már elég messze volt. És ezek után elkezdett húka felé pusholni, ahelyett, hogy ugye már lekerült a defuser, és tudva levő volt a két Empire védekező játékos pozíciója. Természetesen a folyamatos drone munkának köszönhetően Sörboss is próbálta összespréselni őket, aztán ő is ellőtte a Maestro-t, Shepard a smoke-kal visszalőtte. Nem értem, hogy... nem is Sörboss. Nagy 10 kill. Sörboss életben maradt, azt hiszem. De a lényeg az, hogy nem értem, hogy Revan miért ezt csinálta, ahelyett, hogy mondjuk visszahúzódott van és tényleg a plantet támogatja. Vagy a defuser lemenését támogatja, mert ugye már le volt rakva, amikor ő elkezdett pusholni szépen a húka lépcsők felé. Hát vissza is ütött most ezúttal a pentának. Ez a döntése. És ismételten egyenlíteni tud az Empire. Kérdéses, hogy a következő kettő darab körnek mi lesz a kimenete. Biztosan kettő darab kör lesz, ugyebár. Igen, amelyik csapat elbukja ezt a kört, maximum egy pontot szerez. Amelyik pedig megnyeri, az biztosan szerez már egy pontot. Úgyhogy igen, ez a tétje ennek a 11. körnek, nagyon fontos lenne, hogy megnyerje a Penta. És ez szerintem minden adott. Sörbossnak, hogyha egy-két kill még összejönne, az nagyon jó lenne, nem csak azért, mert hogy magyarok vagyunk és támogatjuk, hanem azért, mert talán tőle általában a Penta többet kap, úgymond, tehát hogy egy picit többet vállal magára Sörboss. Lehet, hogy most az volt az utasítás tényleg, hogy ilyen passzív support IQ-t játszon, ne pedig a Fregger IQ-t, mert ugye mind a kettő létezik azért. És hát Blush meg, hát tizetlő top Fregger, nem csak hogy a csapatában, de az egész lobbyban ugye még Karzseka lő tizet, azt hiszem a másik oldalon. Igen, vele igen. Együtt. Top Fregger ebben a lobbyban. És elég lendületesen támad a Penta, mert egy perc eltelt és már nyitva is a side fal. Nyilván felül kéne kirelni. Nem volt senki, hogy megakadályozza ebben őket, tehát beengedték őket tulajdonképpen ide. Igen, a hatch nyitva van office, az office felett, arra nagyon figyelni kell. És arra is figyelni kell, amire egyébként talán most pont Blush figyel, hogy